alkatrészek érkeztek kithez? Amelyeknek köszönhetően az autóm még jobban fog hasonlítani az eredetire. Hiszen két hónap van hátra, az egész évből. Hihetetlen, hogy telik az idő. Ha már az eltelt időről beszélünk, van az autómnak egy olyan alkatrésze, amin több mint egy éve dolgozom, főleg a lustaság miatt is, és egy másik, amire viszont évek óta vágyom, és végre meglett. Ez az epizód róluk fog szólni. A saját frusztrációjukat beszólogatásban kiélők sokszor felemlegették, hogy nincs is a kormány alatt konzolja. Az a konzol, amelyeken a nyomógombok vannak, köztük a híres turbóbuszt. Volt olyanom az első években, de nem stimmelt a mérete, ezért eladtam. Túl széles volt, és az ajtó becsukásakor ez a kapaszkodó mindig beleért a konzolba, a végén már beleestek a gombok az ölembe. Másfél éve megvettem az újat. Viszont mivel másra is kellett a pénz, ezért nem a legjobb minőségű lett, hanem ilyen szó-szó. A mérete stimmel, de az ára viszont kedvező. Gondoltam, annyira csak nem lehet szar. De. Vékonyan üvegszálazva, buborékos, néhány helyen hiányos az anyag, a formák összeillesztésénél sorjás. Hát, papesz, ezzel lesz melód. Már az első nap úgy néztem ki, olyan fehér voltam a portól, mintha Don Pablo lenne a főnököm. Nem magyarázok tovább, mutatom a folyamatot. Nyílások kivágás, gombok bepróbálása, csiszolás, üvegszálas gittel feltöltés, csiszolás, újra gombok bepróbálása, finom gittel feltöltés, csiszolás, finom gitt, csiszolás, fülle, vizes csiszolás, zsírtonítás, befestés. Csiszolhatnám életem végéig, akkor is találnék rajta icipici hibákat. Persze még finomítok rajta, ez nem a végleges verzió, de már fekete, be vannak szerelve a gombok, de működni is fognak, plusz világítani. Autó és ember közös vonása az, hogy van középen egy testrészünk, ami idővel megnől, sérül, vagy csak nem tetszik. Az orrunk az! Replikás körökben orrnak hívják az első lököst. Az én kitemnek ez már a második, amit 6 éve visel, de rá kellett jönnöm, ez sem az igazi. Még mindig túl hegyes ez a csúcsrész, az eredeti sokkal tompább, ívesebb. És ez a hézag, ez itt nagyon zavar.
Ő akkor készült, amikor még a magasabb szkennerek voltak többségben. Aztán Joe elkezdte árulni a filmbeliről másolt, eredetihez teljesen hasonló, sokkal alacsonyabb szkennerházakat, amit én meg is vettem, viszont orrot nem cseréltem. Így itt egy rés, ami megmaradt. Él az USA-ban egy srác, akit úgy hívnak Mark Brown. Van neki saját kitje, azon egy valamilyen orr, ugyanúgy, mint nekem. Viszont ő kapott kölcsönbe egy eredeti, filmben használt orrot, ami alapján addig formázta, csiszolta, feltöltötte a sajátját, amíg egy az egyben nem lett ugyanolyan, mint a filmbeli. Pici a szkenner nyílás, finoman ívelt az eleje. A hónapokig tartó melója során annyira precíz lett a végeredmény, hogy még azt a sérülést is beletette, amit anno David Hasselhoff okozott a forgatáson az eredeti orrnak. Nyugi, azért nem ekkora. Aki nem tudja, mit kell nézni, az valószínű észre sem vesz. Évek óta vártam, hogy vehessek egy ilyet Marktól, mert ritkán és csak néhányat készít. És most végre eljött az ideje! Innen már nem árt az óvatosság. Jaj, de nagyon tetszik! Baromi jól fog rajta kinézni! Alig várom már, hogy rajta legyen! Jövő héten már darabokban lesz. Megmutassam, hogy néz ki szétbontva? Megmutassam, hogy veszem ki a műszerfalat? Meséljek-e róla Bocskor Gábornak? A legjobb kit replika megalkotóját. Szia Zsolt, jó reggelt, hello! Az elején ugye hallgattam egy csomószor azt a Aircont Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, és adjak nektek valamit ajándékba? Hát, ahhoz muszáj lesz kattintani, visszajönni. Aki nincs, annak meg feliratkozni.